Jancsi és Juliska, ne féljetek, bármi is történjek veletek, az éjsötét erdő oly veszélyes okosan, és minden rendben lesz, okosan, és minden rendben lesz. Hát sziasztok, kedveseim! Nati vagyok! Képzeljétek, mondtam magamnak, hogy Nati, ne egyél több cukorkát, maximum egyet. De azt hiszem, kissé túlzásba estem. Most erről a sok édességevésről jutott eszembe egy mese, amit még anyukám mesélt, mikor még gyerek voltam. Ó, ez egy nagyon jó kis sztori. Persze, néha kissé félelmetes. Bírjátok a félelmetes meséket? Yeah! Ó, igen. Én is. Van egy ötletem. Mit szóltok még egy kis édességhez, és utána elmesélem. De semmi pánik, a történet vége édes. Szóval fogjatok egy jó pohár meleg kakaót, és figyeljetek. Készen álltok, barátaim? Aha! Kezdjük hát! Egyszer volt, hol nem volt. Réges-régen élt egy apa két gyermekével, Jancsival és Juliskával, és az ő mostohájukkal. A család egy kis házikóban lakott az erdőben. A gyerekek imádták édesapjukat, de mostohájukat őt már nem annyira szerették. Ő volt Józsefina, akit az apa évekkel azután vett feleségül, miután felesége meghalt. Egyik késő este, miközben a gyerekek már ágyban voltak, Józsefina suttogni kezdett Péterhez, a gyerekek édesapjához, és így szólt. Péter, nem keresel elég pénzt, hogy etessük ezeket a buta kölyköket? Túl sokat esznek, s hát Juliska nagyon lusta. Ráadásul locsi-fecsi. Jancsi pedig egyszerűen nem képes a ház körüli munkára. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de meg kell szabadulnunk tőlük, egyszer s mindenkorra. Az apát megdöbbentette, ahogy a mostoha beszélt. Hogy mondhatsz ilyen csúnya dolgokat, Józsefina? Én szeretem a gyerekeket. Nekem ők a mindeneim. Lehet, hogy ők jelentik számodra az életet, de ha nem akarod, hogy mindannyian éhezzünk, akkor azt teszed, amit mondok. Ha nem, akkor elhagylak, és felégetem a házad, s aztán a gyerekeiddel éhező földön futók lesztek. Ezután Józsefina elmondta a tervét, hogyan fogják elveszíteni a gyerekeket a sötét erdőben. Holnap reggel, amikor Jancsi és Juliska felébred, elmondjuk nekik, hogy kirándulni megyünk az erdőbe. Bemegyünk mélyen a sötét erdőbe. Amikor elfáradnak, tüzet rakunk. Adunk nekik egy utolsó kis darab kenyeret, s miközben esznek, azt mondjuk nekik, hogy vizet hozunk a folyóról. De ezután egyedül hagyjuk a gyerekeket az erdőben. A gyerekek nem találnak haza, s mi pedig, kedvesem, szabadok leszünk. Ó, ez a mese annyira felkavaró! Azt hiszem, szükségem van még egy darab cukorkára. Na de folytassuk a történetet! Szóval, az apa fájó szívvel ugyan, de kiegyezett Józsefinával. Rendben, azt tesszük, amit kívánsz, kedvesem. Remélem, Jancsi és Juliska feltalálják magukat az erdőben, s szerencséjük lesz. Találjátok ki, mi történt ezután. Jancsi és Juliska nem tudtak aludni aznap este, és kihallgatták ezt az ijesztő tervet. Jancsi, nem hiszem el. Az apa és a mostoha anya hogy lehetnek ilyen kegyetlenek? Sírt Juliska. Gyere mellém, kisugom, ne sírj. Valahogy kitalálok valamit, hogy megmeneküljünk.
Kérlek, Juliska, most próbálj meg aludni, s imádkozzunk, hogy sikerüljön a tervem. Ezután Jancsi és Juliska bebújtak az ágyukba, s mély álomba szenderültek. Jancsi és Juliska, ne féljetek, bármi is történjek veletek. Az éj sötét erdő oly veszélyes, okosan, és minden rendben lesz. Okosan, és minden rendben lesz. Ó, srácok, ez a sztori néha úgy megérint. Bocsássatok meg, muszáj még egy édességet ennem. Gyerünk, gyerekek, ma egy szép kis kirándulásra megyünk az erdőbe. Van számotokra meglepetésünk. Friss kenyér lesz a jutalmatok, ha majd megállunk pihenni az erdőben, mondta a mostoha, s ezzel elindultak mind a négyen az erdőbe. Órák teltek el, s a kis Juliska szép lassan kimerült. Kérlek, apa, nem tudok tovább menni. Fáj a lábam, és nagyon szomjas vagyok. Ó, igen, persze. Hát persze, mondta a mostoha. A gyerekeknek pihenniük kell. Mi lenne, ha ti, gyerekek, itt maradnátok pihenni? Én és az apátok pedig elmegyünk addig, és hozunk nektek vizet. Innen a folyóról. Nézzétek csak! Itt van friss kenyér addig is. Addig pihenjetek egy kicsit. Igaz, Péter? Kérdezte alattomosan Józefina. Igen, igen, hozzunk a gyerekeknek vizet, mondta az apa, s azzal mindketten elsétáltak, és magukra hagyták a gyerekeket. Örökre. Jancsi és Juliska megpihentek egy fa alatt, és megették a kenyeret. Tudták, hogy egyedül maradtak az erdőben. Édesapjuk és mostoha anyjuk nem jönnek többé vissza. Juliska, ne félj! Hamarosan sötét lesz, s ez így van jól. Töröm a kobakom, hogy mit tegyünk, és mindent megteszek, hogy megmeneküljünk a gonosz elől. Meg fogjuk állni a helyünket ebben a világban. Együtt. Összetartunk. Én a te bátyád vagyok, és gondoskodom rólad. Megígérem. Mondta Jancsi. Juliskának nagyon jól estek testvére szavai. Erőt adtak neki. Ha Jancsi megígért valamit, mindig megtartotta a szavát. Szóval a két gyerek egész éjszaka kóborolt az erdőben, és egész másnap is. Elszakadtak az otthonuktól, és nagyon-nagyon fáradtak voltak. Egyszer csak megpillantottak egy házat a távolban. Menjünk tovább, Juliska. Lehet, hogy lakik valaki abban a házban, aki segíthet nekünk. Majd egy napot még meneteltek, azután a fák között egy tisztásra értek. Ledöbbentek azon, ami a szemük elé tárult. Ott állt a tisztáson egy gyönyörű, mesebeli takaros mézes kalácsház. Édességgel kirakott utacska vezetett a házig. Cukorka ablakokkal, mindenféle csokival a falakon, sütemények minden formában és színben, és mind a házon. Pompázatos, szemkápráztató cukorkák csillogtak az ajtón. Ámulva nézték ezt a mesebeli házat. Ez aztán édes egy látvány volt. Ettől a sok édességtől még én is megéheztem. Lehet, eszem én is egy kis édességet. Jancsi és Juliska azonnal falatozni kezdtek a házról. Nem hibáztatom őket, hiszen éhesek voltak. És hát ki nem szereti az édességet, nem igaz? Ekkor egyszer csak hirtelen kinyílt a ház ajtaja, s egy nagyon öreg hölgy jelent meg egy sétapálcára támaszkodva, hogy behívja őket. Ó, ti szegény gyerekek! Nagyon kimerültnek tűntök, és piszkosak vagytok. Szerintem meleg ágyra, sütire és tejre van szükségetek, és egy forró habfürdőre.
mondta az öreg hölgy. Bevezette őket a házba, enni adott nekik, és puha ágyat kínált, hogy aludjanak. A gyerekek biztonságba kerültek, nem igaz? Ó, nem, egyáltalán nem! A gyerekek nem is sejtették, hogy az öreg asszony igazából egy gonosz boszorkány volt. Olyan gonosz és csúf volt, mint a legrosszabb rémálmotok. Igazából a mézes kalács házat is azért építette, hogy oda csábítsa az elveszett gyerekeket és becsalogassa őket. A gonosz boszorkány terve az volt, hogy felhívlalja a gyerekeket a finomságokkal, ettől kövérebbek lesznek, s aztán megfőzi őket egy fazékban, és vacsorát készít belőlük magának. A gyerekek másnap reggel félelmetes látványra ébredtek. Az átkozott gonosz boszorkány megragadta Jancsit, levitte a pincébe, és bezárta egy öreg ketrecbe, aminek volt egy nagy ajtaja, rajta egy zárral. Azután a vén banya Juliskát egész nap és egész éjjel a konyhában dolgoztatta. Főznie és takarítania kellett. Té! Most szépen meg fogod hízalni nekem a testvéredet. És? Ha majd már elég kövér lesz. Na, akkor meg fogom enni. Megértetted? Szegény Juliska. Nagyon megrémült. De eszébe jutottak testvére szavai. Juliska, ne félj! Töröm a kovakom, hogy mit tegyünk, és mindent megteszek, hogy megmeneküljünk a gonosz elől. Én a te bátyád vagyok, és gondoskodom rólad. Megígérem. Minden reggel a vén banya lement a pincébe, hogy szemügyre vegye Jancsit a ketrecben, hogy mennyit hízott. De olyan öreg volt, hogy alig látott. Csak a szagokat érezte. Jancsi, nyújtsd ki az ujjad! Csak hogy érezzem, milyen kövérre híztál már! Ha majd elég kövér leszel, én szépen meg foglak főzni a fazékban! És azután majd szépen megeszlek! Befalatozlak! Jó finom leszel! Megértetted, Jancsi? Jancsi okos fiú volt, és rájött, hogy a vén banya olyan vak, mint egy denevér. Szóval kidugott egy kis botot, amit a ketrecében talált. Tessék, itt van. Nézzük csak meg az ujjamat, kedves vén banya. A gonosz boszorkány megragadta a kis botot, amire azt hitte, Jancsi ujja volt, de az nagyon vékony volt. Ez feldühítette a vén boszorkányt, aki dühösen így szólt. Most már egyáltalán nem érdekel, hogy sovány vagy, vagy kövér vagy. Ma este megeszlek vacsorára, is kész. Juliska, hozd ide a kulcsokat, és nyisd ki ezt a ketrecet. Juliska elszaladt, hogy levigye a vén szatyornak a kulcsokat, és közben arra gondolt, ez a legjobb alkalom, hogy megpróbáljanak megszökni ezzel a gonosz boszorka elől. Kinyitotta hát az ajtót, és Jancsi kisétált. Na! Most jött el az ideje, hogy mindketten vacsorám legyetek. Menjetek be a sütőbe most! Sikoltotta a csúf boszorkány. Okosan, és minden rendben lesz. Na most, Juliska lehet, hogy kicsi volt, de nagyon okos kislány volt. Én csak egy kislány vagyok, és én nem értem, hogy hogyan menjek a sütőbe. Te buta bolond, ez egyszerű. Még egy olyan öreg asszony is, mint én, könnyedén be tud mászni. Sikoltotta a boszorkány, és ezzel odasétált a fazékhoz. Belefeküdt, hogy megmutassa Juliskának, hogy kell bemászni. Ekkor azonban Juliska minden erejével olyan hatalmasat lökött a fazékon, hogy egyenesen az izzó lángok közé lökte a vén banyát. Egyszer s mindenkorra. Jancsi és Juliska átölelték egymást, és örömükben kiáltozni kezdtek. Megmenekültünk, okosan cselekedtünk, s végre megmenekültünk, a vén boszorkány végre nincs többé. Mielőtt elhagyták a mézes kalácsházat, a gyerekek még utoljára beléptek, hogy harapjanak még pár falatot az édességekből. Nem találjátok ki, ekkor megpillantottak egy aranypénzzel teli kincses ládát egy szék mögött. Juliska, végre hazamehetünk apához, és odaadhatjuk neki az aranyat. Így már nem kell szegénységben élnünk, nem kell éheznünk,
hiszen elég pénzünk lesz mindenre, mondta Jancsi. Mindketten meneteltek hazafelé az erdőben arannyal teli zsákkal. És egyszer csak, végre, a távolban megpillantották az otthonukat. Mikor végre hazaértek, bekopogtak az ajtón. Az édesapjuk nyitott ajtót, és nagyon meglepődött, és boldog volt, hogy újra láthatja a gyerekeit, hiszen ő soha nem akarta bántani őket. Édesapám, megjöttünk, megmenekültünk, és nézd meg, hoztunk egy csomó aranyat is magunkkal. Így már lesz elég pénzünk, hogy mindannyian ehessünk, és boldogan élhetünk, amíg meg nem halunk. Sírt örömében Juliska. Az apa elmesélte gyermekeinek, hogyan fenyegette meg a mostoha anya őt, ha nem tartja be a gonosz tervét. Mindig tudtam, hogy nagyon okosak vagytok, hogy feltaláljátok magatokat. Tudtam, hogy rendben lesztek. Tudtam, hogy megmenekültök. Az apa elmesélte a gyerekeknek, hogy időközben a mostohát felfalta egy farkas néhány nappal azelőtt. Az apa, Jancsi és Juliska ezután boldogan éltek, míg meg nem haltak. Együtt, messze a gonosztól. És rengeteg ételük volt. És szerették egymást életük végéig. Köszönöm, hogy csatlakoztál hozzám itt a Roberto család csatornáján. Örülök, ha tetszett a történet. Ó, azt hiszem, most morog a pocakom. Lehet, hogy túl sok cukorkát ettem mesélés közben. Kedves barátaim, találkozunk a következő mesénél. Figyeljétek a Roberto család nati meséit. És ne feledjétek, gondolkozzatok, mielőtt cselekedtek. És csak okosan, ti is nagyon okosak vagytok. Okosan, és minden rendben lesz. Sziasztok, a következő mesénkig! Nem itt van, itt sincs. Itt sincs. Ó, hát itt vagytok, kedveseim! Elnézést, hát kerestem a következő mesekönyvet. Nati vagyok, és nagyon köszönöm nektek, hogy ma is csatlakoztok hozzám. A mai történet a piroska és a farkas lesz, és annyit elárulhatok, hogy néha kicsit ijesztő lesz. Szóval, ha a helyetekben lennék, fognám a kedvenc takarómat, és bebugyolálnám magamat, és talán a kedvenc plüss állatotokat is. Aha. De ne aggódjatok, hisz ez csak egy történet. És hadd biztosítsalak titeket, minden rendben lesz. Yeah. Készen álltok, barátaim? Kezdjük hát! Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy kedves kislány. Az anyukájával élt egy kunyhóban, az erdő szélén. Édesanyja nagyon szeretett varni neki, és egyszer készített neki egy gyönyörű piros köpenyt. És hadd mondjam el, hogy a kislány imádta ezt a köpenyt. A piros köpenyben evett, abban a köpenyben szedett zöldséget a kertben, játszott a faházban a babáival, és még abban a piros köpenyben is aludt. Soha nem akart megválni a piros köpenytől, és az anyukája végül is azt mondta, kislányom, te annyit hordod ezt a piros köpenyt, hogy mostantól piroskának fogunk hívni. És attól a naptól kezdve a kislányt piroskának hívták. Piroska épp a faházában játszott teapartit a kedvenc babáival, amikor hallotta, hogy anyukája hívja őt. Piroska, gyere le, légy szíves, beszélnünk kell. Piroska hallotta anyukája hangjában, hogy valami bántja őt. Mi bánt, édesanyám? Kérdezte Piroska. Szeretném, ha átmennél nagymamához, az erdő másik végére. Ő nem érzi mostanában jól magát. Készítettem neki friss süteményt. Szerintem ettől majd sokkal jobban lesz. Ez a feladat Piroskának mosoly csalt az arcára, hisz ő nagyon szerette a nagymamáját, aki az erdő másik felén élt egy kis kunyhóban. És ők nagyon szerették egymást. Nektek van nagymamátok? Yeah! Na de gyerünk vissza a sztorihoz. Szóval az anyuka odaadott Piroskának egy kosár süteményt, és emlékeztette őt. Mindig figyelj és emlékezz. Maradj az úton, ne térj le róla, s menj egyenesen nagymamához, és ne állj szóba idegenekkel.
Szóval a kis piroska elindult. Nem félt, hisz ő már sokszor megtette az utat nagymamához. Ment, mendegélt keresztül az erdőn. Nem is tudta, hogy nyomában járt egy nagy gonosz ijesztő farkas. Piroska lépteit a farkas követte, s mindig egy lépéssel közelebb ért hozzá. Jó reggelt, kislány! Mondta a nagy gonosz ijesztő farkas. Nagyon csinos vagy a kis piros köpenyedben. Ó, köszönöm, farkas úrfi! Anyukám készítette nekem. Ó, nem! Emlékeztek, mit mondott Piroska anyukája? Azt mondta, ne állj szóba idegenekkel. Nem igaz? Viszlát, farkas úrfi! Megyek a nagymamámhoz. Nem érzi túl jól magát, és anyukám készített neki süteményt, s én megyek, felfrissítem egy kicsit. Viszlát! Azzal a kislány ment-mendegélt tovább a kis köves úton. A farkas rajta tartotta Piroskán a szemét egész idő alatt, és tudjátok mit? Az a nagy gonosz farkas eltervezte magában. Hú, az a kislány pont jó édes falat lesz a számomra. Mi lenne, ha megenném ebédre? Utána nem lennék éhes egy jó darabig. De a farkas nem állt meg itt. Megint megállította az úton. Ó, hát itt vagy, kis piroska. Észrevettem, ha letérsz az útról. Csak egy kicsikét. Láttam ám, hogy nőnek arra gyönyörű szép vadvirágok. És hát piroska, hát nem örülne a nagymama, ha vinnél neki gyönyörű virágokat? Ó, igen, farkas úrfi, mondta a kislány. A virágok tényleg felvidítanák nagymamámat. És a nagy gonosz farkas ügyesen letérítette Piroskát az útról. Míg Piroska azzal volt elfoglalva, hogy nagymamájának szedje a virágokat, farkas amilyen settenkedő és számító volt magában. Átmegyek nagymamához, és őt fogom először megenni. És aztán elbújok a házban, és szépen megvárom, míg Piroska megérkezik, s aztán őt is megeszem. Micsoda egy ennyire éhes, gonosz, nagy rossz indulatú farkast, és végül elért a nagymama házához, és bekopogott az ajtón. Ki az? Kérdezte a nagymama az ágyában feküdve. Én vagyok az. Piroska vagyok. Mondta a farkas elváltoztatott hangon. Hoztam neked finom süteményt, hogy jobb kedvre derítselek. Ó, kicsi kedveském, az ajtó nincs bezárva. Gyere csak be. Túl gyenge vagyok ahhoz, hogy felkeljek. Nos, itt és most. Lesz a történet nagyon ijesztő. A farkas berontott, de olyan gyorsan vicsorogva a nagy éles fogaival, és felfalta a nagymamát. Ó, istenkém! Gyorsan felvette a nagymama hálóingét, és úgy álcázta magát, hogy úgy fessen, mintha ő lenne a nagymama. Beugrott nagymama ágyába, várva szegény kis piroskát, hogy megérkezzen. Ezzel egy időben piroskának sikerült leszednie a legszebb vadvirágokat nagymamájának. És már majdnem megérkezett a házhoz. Mikor végre megérkezett, egy kicsit félt. Ugyanis elfogta egy rossz érzés. Nagymama! Piroska besétált a házba, egyenesen nagymama szobájába. Farkas így szólt. Ó, kedvesem, ne gyújts fényt, nagyon beteg vagyok. És a fénytől megfájdul a fejem. Gyere csak ide hozzám, aranyoskám, hadd öleljelek meg szépen. Ó, nagymama, hoztam neked finom sütit és virágokat, hogy jobb kedre derítselek. Piroska közelebb lépett, hogy megölelje őt. Csak akkor vette észre a füleit. Ó, milyen nagy füleid nőttek, nagymama. Hogy jobban halljalak, kedvesem. Annak ellenére, hogy sötét volt, a szemei mégis jól látszottak a szobában. Nagymama, milyen nagyok a szemeid. Hogy jobban lássalak, kedveském. Nagymama, nyisd ki a szád. Adok neked finom sütit. Ó, nagymama, milyen nagyok a fogaid. És akkor, és abban a pillanatban a farkas egyszer csak felült és felüvöltött, hogy jobban megehesselek vele. Piroska úgy megijedt, ő sikított és sírt,
Ne, gonosz farkas úrfi, ne bánts! Olyan gyorsan kiszaladt a házból, amilyen gyorsan csak tudott. Szaladt gyorsan az erdőbe, amíg egyszer csak egy sátorhoz és egy tábortűzhöz ért, ahol egy vadász üldögélt. Piroska elmesélt neki mindent erről a lehetetlen helyzetről, és a vadász így szólt: Na, hadd nézzem csak meg magamnak. Ő bement a házba, és észrevette, hogy a farkas az ágyban fekszik. Álcázni próbálta magát. Farkas, ide figyelj! Te faltad föl a nagymamát? A vadász rászólt keményen a farkasra, és követelte, hogy köpje ki a nagymamát. De most izibe! A farkas sírt üvöltött. Szedd ki belőlem, de csak a testemen keresztül! A vadász bemosott a farkasnak egyenesen az oldalába, és jól meghúzta a farkát, és a farkas szépen kiköpte a nagymamát. Ne aggódjatok! A nagymamának nem esett baja. Teljesen rendben volt, de így aztán lett egy jó kis sztoria, amit azóta is mesél. Piroska és a nagymama ettek a finom süteményből egy kicsinke kis tejjel, mielőtt Piroska hazaindult. Mikor Piroska elindult, így szólt magában. Mostantól megfogadom, hogy soha többet nem lépek le az útról, amin járok. Soha, soha többé, és nem állok szóba idegenekkel. Köszönöm, hogy csatlakoztál hozzám itt a Roberto Család csatornáján. Reméljük, tetszett a történetünk Piroska és a farkasról. És ne feledjétek, soha ne térjetek le az útról, és főleg soha, de soha ne álljatok szóba idegenekkel. Sziasztok, kedveseim! A következő mesénkig! Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, meg ha tetszett csinálni, a mesén. Meg tudod csinálni! Egyszer volt, hol nem volt, egy elvarázsolt erdő közepén. Volt egy kis falucska, amit gombafalvának hívtak. Kis állatok egy csapata rátalált egy ragyogó holdkőre, megbújva egy óriási gomba mögött. Amint az állatok megérintették, a holdkő varázslatosan beszélni kezdett. Azt ígérte nekik a holdkő, hogy megvédi őket, és fényességgel ragyogja be gombafalvát. Attól a pillanattól kezdve gombafalvát gyönyörű fényesség vette körül, mintha mindig rengeteg csillag ragyogna az égen. Az erdő virágzott. A gombák hatalmasan nőttek, a mindig meleg, lágy, szelíd fényességben. A falu állatai tudták, hogy fontos küldetésük van. Mindig őrt kell állniuk és megvédeniük a holdkövet. Addig, amíg a holdkő az óriási gomba mögött van, addig gombafalva tovább tündökölhet teljes pompájában, megvédve ezzel az ott élő állatokat, akik az otthonukként tekintettek rá. Egy napon Piroska épp az erdőben sétált hazafelé. A nagymamájától sétált boldogan hazafelé anyukájához. Miért sírsz, kisbagoly? Mi történt? Mi a baj? A gonosz farkas belopakodott a falunkba. Úgy átszázta magát, mintha a nagymamád lenne, és ellopta a varázslatos holdkövünket. Az az alattomos farkas. Egyszer engem is jól átvert. Akkor is nagymamámnak átszázta magát. De azok a nagy szemek, nagy fülek, hatalmas fogak, és ez a bűzös lehellete elárulta őt. Most mindennél jobban szükségünk van a segítségedre, drága Piroska. Egész gombafalva számít rád. Gombafalva hatalmas veszélyben van. Veszélyben? De hát hogy tudta a farkas ellopni a holdkövet, és hogy lehet gombafalva veszélyben? Gombafalva közepén volt egy varázslatos holdkő, ami megvédett és beragyogott mindent. De egy napon az a nagy, gonosz, ijesztő farkas ellopta a holdkövet, és az erdős sötétségbe burkolózott. A holdkő nélkül gombafalva veszélyben van. A színes gombák lassan elveszítik a fényüket, és az erdő sötét lesz, és szomorú. Piroska szíve egyre csak gyorsabban dobogott az elszántságtól. Nem engedhetjük, hogy megússza ezt a tettet. Gombafalvának szüksége van a holdkőre. Kitalálom, hogyan szerezzük vissza, és megmentjük az otthonotokat. Te olyan bátor vagy és kedves, Piroska. Mi hiszünk benned. Azt hiszem, tudom, hogy hol bujkál a farkas.
Egy barlangban tanyázik, mélyen, a sötét erdőben. De jól vigyázz, ő nem adja fel egy könnyen. Egyet se félj, kisbagoly. Együtt mi felkutatjuk a farkast, visszaszerezzük a holdkövet, és visszahozzuk gombafalvába. Meg tudjuk csinálni. Piroska gombafalva, csak tered már. Ments meg minket, kérünk szépen, csak rajtad áll. Jó utoljesz, piroska, menj tovább. Találd meg a farkast és ne hátrálj. Szeredd meg a holdkövet, egy hős vagy nem vitás. Piroska gomba falva, csak te rád vár. Ments meg minket gomba falván, csak rajtad áll. Jó utolj ezt, piroska, menj tovább. Találd meg a farkast és ne hátrálj. Szeredd meg a holdkövet, egy hős vagy nem vitás. Közeledve a barlanghoz, érezni lehetett, ahogy a gonosz jelenléte átjárta az erdőt. Piroska összehúzta a kapucniát, a kis társasága pedig menet közben közelebb húzódott hozzá. Bent a barlangban sötét volt, de egyszer csak meglátták a farkast. Éles fogak és mély félelmetes morgás hallatszott. Lám, lám, lám. Hát kiket sodort ide a szél, kedves piroska, és az ő tollas barátja? Jöttetek, hogy hőst játszatok és megmentsétek a drága látos gombafalvátokat? Eljöttünk, hogy visszavegyük tőled, amit elloptál, gonosz farkas. Gombafalva megérdemli, hogy visszakapja a fényességét, és nem fogom hagyni, hogy az utunkba állj. A farkas gúnyosan rávicsorgott az éles fogaival. Ó, hát ez nagyon bátor tőled, kis piroska. De attól tartok, te nem vagy ellenfél nekem. Ne akaszd össze a bajszodat velem, Mr. Farkas. És ne szórakozz gombafalvával. Hátrébb az agarakkal, piroska. Fogalmat sincs róla, mennyire félelmetes is tudok ám lenni. Ó, jut eszembe. Egy kicsit megéheztem. Nincs véletlenül nálad egy kosárka sütemény? Sütemény? Sajnálom, farkas úrfi, de épp egy küldetésem vagyunk, ha nem látnád. Most nincs időnk süti délutánra. Lehet, hogy kicsi vagyok, de a szívem lángja gombavárosért lobog. Erdei barátom segítségével és piros kapucnim titkos varázserejével győzedelmeskedünk bármilyen sötét erő felett, és visszaszerzem gombafalva fényességét. Ahogy kiejtette ezeket a szavakat, piroska megpördült és kiengedte titkos varázserejét. Ahogy pörgött, forgott, valami varázslatos dolog történt a barlangban. Megremegett a föld, a sziklák megrepettek, és a barlang egyszer csak beomlott. A farkas pedig bent rekedt a nagy kövek mögött, a barlang belsejében. Viszont az ellopott holdkő a másik oldalon maradt épségben, hogy piroska el tudta érni. Tel is tele örömmel és sikerélménnyel, piroska magához ölelte a holdkövet, és szaladt haza bagoly barátjával gombafalvába. Megcsináltad, drága piroska! Gombafalva örökkön-örökké hálás lesz neked. Te egy igazi hős vagy! Hülye betyár mindenit! Hát micsoda egy sztori! Piroska és kedves bagoly barátja visszatették a holdkövet az óriási gomba mögé a helyére, és varázsütésre gombafalva fénye újra felragyogott. A falucska újra kivirágzott, a gombák ismét fényesen beragyogták a vidéket. A vidámság és a boldogság újra visszaköltözött az ott lakók szívébe. Ez a történet igazi emlékként szolgált az állatoknak a barátságról, a bátorságról és arról, hogyan nézzenek szembe a sötétséggel, hiszen a fény mindig utat tör magának. Így történt ez Gombavárosban is! Piroska gombafalva, csak tered már. Ments meg minket, kérünk szépen, csak rajtad áll.
Hős vagy nem vitás.